Na hát, üdvözlök mindenkit én is, Civik Péter vagyok, és a tapasztalataim a full stack fejlesztésben, erről szeretnék beszélni az elkövetkezendő kb. 15 percben. Ha már a full stack JavaScriptről van szó, és már hallottuk az egyik, hallottuk az egyik részét a full stacknek, akkor én bemutatnám, hogy nagyjából miről is beszélünk ilyen nagyobb képben. Először is, hogy ki vagyok én, Civik Péter, Rising Stack nevű cégnél dolgozom, Twitteren megtaláltok engem is az alatt, a handle alatt. Én saját blog hián a céges blogra szoktam blogolni, úgyhogy azt is nézzétek meg, hogyha JavaScript, Node.js, esetleg Kubernetes, vagy valamilyen infrastruktúra related kérdésetek van, mert hogy mi ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, és tréninget, konzultingot és supportot nyújtunk ezekhez a technológiákhoz. Hogyha kérdésetek van bármiről, de főleg arról, amiről fogok beszélni, akkor ezután az egy órás session után szívesen válaszolok rá. Mi is az a full stack? Tehát, hogy beszélünk arról, hogy van nekünk többféle technológiánk, amivel szeretnénk alkalmazásokat építeni, és ezeknek egybe hangolásával valamit szeretnénk létrehozni. De mi is az a stack? Amikor a stackről beszélünk, akkor általában, főleg a weben, de bárhol máshol is igaz, hogy három rétegű szoftver architektúrákról szoktunk beszélni. Abból az egyik a frontend, ami magában foglalja azt, amit éppen látunk. Például frontend alkalmazás, maga ez a Google Slides, amit itt látunk, megjelenít HTML-t, ugye JavaScript-et futtat, ilyesmiket csinál. Ezen kívül van egy ilyen backend rész, ami a szerveren fut, azok a programok, amiket ugye a szervereken futtattunk, és ahhoz, hogy ezek a szerverek valahogy működjenek, ahhoz ezeket be is kell konfigurálni, az pedig az infrastruktúra layer, infrastruktúra réteg. Ha full stack fejlesztésről beszélünk, akkor meg kell említenünk a klasszikus, specialista féle fejlesztést is. Ez valami olyasmit értek ez alatt, hogy egy olyan fejlesztő, aki csak, hát úgymond csak egy részével foglalkozik, ugye ennek a három rétegnek. Egy ilyen, ugye itt megemlítem a Unix filozófiát, miszerint csinálj egy dolgot, de azt nagyon jól. Ugye ezek a specialisták klasszikusan csak egy részével foglalkoztak ennek a három rétegű szoftver architektúrának. Vannak ennek előnyei, mint például, hogyha felveszünk egy új embert, ugye nagyon sokan feltették a kezüket az előbb is, hogy egy éve foglalkozom JavaScript-tel. És hát egy év az elég lehet ahhoz, hogy valaki becsöppenjen egy nagy projektbe, és elkezdjen ugye értékes kódot adni ez a projekthez, értékes feature-öket hozzáadni, és mélyebb, ugye egy ilyen specialista minél több időt tölt el ugye egy dologgal, annál mélyebb ismereteket fog szerezni egy full stack fejlesztővel szemben, de vannak ugye kontrái is ennek, hogyha valaki specialista, mint például az, hogy egy adott technológiát ismer, akkor ezt a technológiát fogja megpróbálni mindenre ráhúzni. Ami könnyen sajnos, hogyha nagyon sokáig csináljuk ugyanazt, akkor mindannyian tudjuk, hogy egy idő múlva unalmassá válik, senki nem szeretne ilyen fejlesztők között ülni, ezért érdemesebb kacsingatni valami olyan felé, ahol minél több dolgot ki tudunk próbálni. Az álláskeresés is nehezebb lehet, hiszen ha csak egy adott technológiához, vagy csak egy részéhez értünk, akkor bezárjuk magunkat egy olyan kalitkába, hogy csak ahhoz a cégekhez tudunk elmenni később dolgozni, akik ilyen fejlesztőt keresnek. Így nagyobb cégen belül nehezebb lesz a mozgás is. Pillanat. Hogyha pedig full stack fejlesztőkről beszélünk, van egy ilyen angol mondás. Azt mondják, hogy Jack of all trades, master of none. Ez valami olyasmit jelent, hogy valaki, aki mindenhez ért, de igazából semmihez sem. Ezt próbáljuk mi full stack fejlesztők elhesegetni ezeket a rossz felhőket, amiket így ránk aggatnak. Ugye full stack fejlesztő esetében egy full stack fejlesztő a szoftver teljes életciklusát, tehát mind a három réteget egyedül képes felfogni, menedzselni, hozzá kontribútálni, írni, foglalkozni vele.
Így az is egy nagy előny, hogy szerintem aki dolgozott már specialistaként, azok tudják, hogy sokszor van olyan, hogy fejlesztek valamit a frontenden, de még nincs hozzá kész az API. Valami hiányzik hozzá, és sajnos valaki másra kell várnom emiatt. Na most, hogyha full stackben fejlesztünk, akkor ezeket a problémákat el tudjuk kerülni azzal, hogy mi magunk fogunk belenyúlni abba a kódbázisba, mi magunk fogjuk lefejleszteni azt az endpointot, azt az API-t, és utána azonnal meg tudjuk hívni a frontenden. Nincs többé várakozási vagy holt idő. És ugye, ahogy mondták régebben, hogy a jó cserkész ott segít, ahol tud, ugyanígy egy full stack fejlesztő is ott segít, ahol tud. Vannak ennek sajnos kontrái is, tehát a kiképzési idő az magasabb lesz. Ahhoz, hogy valaki minden részével megismerkedjen, az jóval több időbe telik. Nálunk például úgy szoktuk, hogy először is specialistákat nevelünk, és utána, ahogy telik az idő, minél több dologba próbáljuk meg beleláttatni az embereket, amikor felvesszük őket. És hát bizonyos területeken sajnos nem tudunk, tehát az embernek limitált ideje van tanulni, és hát nem tudunk mindent tökéletesre fejleszteni egy emberben. Bizonyos területeken sajnos felületes tudása lehet ezeknek a full stack fejlesztőknek, és hát teljesen, tehát szinte teljesen szembe megy az eredeti specialista mentalitással az, hogy mostantól majd minden a te felelősséged lesz, és minden a te nyakadba szakad. Hát ez előfordul, de meg tudjuk tanulni ezeket a problémákat kezelni. És hát attól, hogy valaki full stack fejlesztőként dolgozik, attól még ez nem azt jelenti, hogy neki mindenben tökéletesnek kell lennie. Nálunk is például megvan az, hogy ki miben jó, és ugyanúgy lehet valamiben specialista, miközben nem ijed meg egy másféle feladattól sem. És hát azt szeretném kihangsúlyozni ebben az egészben, hogy ha specialisták vagyunk, akkor megpróbáljuk, ugye, amit említettem, ráhúzni a problémára azokat a megoldásokat, amiket mi tudunk nyújtani. És ilyenkor az ember képes arra, hogy egy nem megfelelő megoldást nyújt egy ügyfélnek, hogyha nem ismeri a teljes architektúrát, nem tudja egyedül nagyjából elképzelni, felépíteni az egészet. És azt szeretném kihangsúlyozni itt, hogy mindig egy full stack fejlesztő képes mindig a megfelelő eszközt használni a megfelelő, tehát arra az adott munkára, ami éppen van. Itt látszik például, hogy ugye egy csavart nem verünk be kalapáccsal, tehát hogyha egy full stack fejlesztőnek, hogy full stack fejlesztő kap egy munkát, akkor át tudja látni, hogy melyik résznek hol van a vége, és melyik eszközt kell melyik részre alkalmazni. Nagyon fontos, hogy mindannyian láttunk már biztosan olyan szoftvert, ilyen nagyvállalati szoftvert, ahol mondjuk egy desktop alkalmazást csinált adatbázis kéréseket, vagy valami ilyesmi, és itt most azt próbálom kihangsúlyozni, hogy ha az ember megismerkedik, és nem ijed meg azoktól a kihívásoktól, amik a szoftver teljes életciklusában vannak, akkor mindig tudja azt, hogy az adott problémára milyen megoldást kell nyújtania. És hogy amit megint ki szeretnék hangsúlyozni, hogy néha el is felejtjük, hogy honnan jött ez az egész szoftverfejlesztős móka. Amikor például felmegyek a profession oldalára, nagyon sokszor találok olyan álláshirdetéseket, ahol is valamilyen adott technológiában specialistákat keresnek. És hát igencsak vicceseket találtam itt, de a lényeg az, hogy azt felejtjük el nagyon sokszor, hogy mi mérnökök vagyunk, és nekünk megoldásokat kell szállítanunk, és nem pedig egy adott technológiában kikupálódni, és abba beleülni. Ha pedig mérnökök vagyunk, akkor viselkedjünk is mérnökként, és ne ijedjünk meg azoktól a feladatoktól, amik várnak ránk az architektúra különböző szintjein.
És hogyha mindet megismerjük, akkor pedig olyan megoldásokat fogunk tudni nyújtani az ügyfeleinknek, amik később jóval könnyebben módosíthatók, kibővíthetők, vagy ilyesmi. És hát a mérnök szóról van egy nagyon érdekes történetem, az előző CTO a cégnél, ő mindig azt mondta, hogy hát a te névjegykártyádon mindig az lesz, hogy mérnök, és már pedig azért, mert mi nem egy adott technológiának a mentorai, a kitalálói, a követői vagyunk, hanem neked általános mérnöknek kell lenned ahhoz, hogy mindig olyan megoldást tud nyújtani az ügyfeleidnek, amiket ő elvár és szeretne. És hát ne csak gondolkodjunk ezen az egész mérnökségen, hanem dolgozzunk is. A full stacknek kisvállalati környezetben a következő előnyei vannak, jóval könnyebb tervezni full stack fejlesztőkkel. Ha bárkinek kellett mondjuk egy projektet összeállítani, hogy ki, mikor, mind dolgozik, hát ez belátható, ha mindenki nagyjából ismer mindent a szoftver életciklusban, sokkal könnyebb rárakni egy projektre. Elkerülhetők a szinkronizációs problémák, és az agilis metodológiákhoz is jóval jobban illeszkedik, könnyebb berakni sprintekbe azokat az embereket, akik mindegyik részét tudják módosítani a szoftvernek. Jóval gyorsabb fejlesztési ciklusokat tudunk véghez vinni, és itt most nem arra gondolok, hogy ötszörös gyorsaság, hanem inkább arra gondolok, hogy az ügyfélnek például nem kell várni arra, hogy mondjuk éppen a UI specialista szabadságon van, nem fog tudni rajta dolgozni, hanem olyasmikre gondolok, hogy mármint pontosabban erre gondolok, és nem arra, hogy háromszor gyorsabban lesz kész az alkalmazás. Ha valaki tud ilyen módszert, akkor mondja nyugodtan, az még jobb lenne, de hogy itt arra gondolok, hogy az ügyfél hamarabb látja, hogy mi is az, amiért ő fizet. Kisebb csapatokban tudunk dolgozni, akár egyszemélyes hadseregekben, tehát hogyha egy kisebb vállalkozásról van szó, és mondjuk kellene egy olyan szoftver, ami ezt azt csinálja, egy full stack fejlesztő könnyebben véghez tudja vinni ezt az egészet, és hát folyamatosan cserélhető emberek, mindenki, aki full stack projekten van, bármikor kicserélhető bárkivel. És hát nagyvállalati környezetben is megkönnyíti a csapatok közti mozgás, mint ahogy említettem, és jóval könnyebb ugye menedzselni ezeket az embereket, és sokkal könnyebb például menedzsment utánpótlást kinevelni, hiszen ezek az emberek, akik az egész szoftver életciklusnál jelen voltak, azok átlátják a terméket így nagy képben, és könnyebben tudnak átlépni a menedzsment oldalra is. És hát van egy történet, amit szeretnék megosztani. Nemrég egy ügyfelünk egy több hónapos úszó projekttel jött hozzánk, amikor is kiderült, hogy a backend fejlesztő cég lelépett, mi a UI-ért voltunk felelősek, és hát mivel mi a UI-ra szerződtünk, de mi azt tudtuk mondani, hogy igen, itt van nekünk 5 full stack fejlesztőnk, arra a részére, azzal a részével fognak foglalkozni, amit te mondasz, és nem fogunk, hiába mi csak a UI-ra szerződtünk, mi nem limitáljuk be magunkat ilyenbe, nyugodtan backend feladatokat is adjatok, és ezzel sikerült leszállítanunk azt a szoftvert, ami 5 hónapja késett, körülbelül 1 hónapra erre rá. Úgyhogy végül is csak 6 hónapot késett a projekt, ami az ügyfélnek ugye teljesen jó. De hogy a lényeg az, hogy ha így dolgozunk, akkor sokkal könnyebben mozgathatók erőforrások projektek között egy ilyen kisvállalati környezetben például. És hát azt szeretném mondani, hogy mindenki, aki, tehát ehhez a full stack fejlesztéshez a specialistával szemben egy bizonyos bátorság kell. Az, hogy ne ijedjünk meg az olyan feladatoktól és az olyan részektől, amiket nem ismerünk. Úgyhogy mindenkit ösztönözni szeretnék arra, hogy próbáljon meg belenézni holnap abba a részébe a szoftvernek, amit éppen fejleszt, amihez nem nyúlt még, vagy már csak nagyon régen nyúlt. És hát köszönöm a figyelmet.